Sziasztok! Ma a kombinatorika témakörrel fogunk megismerkedni, hiszen a kombinatorika az olyan típusú feladatokból áll, amit nagyon nehéz megfogni, és nagyon nehéz megoldani, anélkül, hogy az ember ne gyakorolná be, és egy kicsit ne értené. A kombinatorika ugye az előfordul egészen 9-től 12. osztályig a középiskolában, és érettségén is előszeretettel pakolják be mind emelt és közép szinten is. Szóval ma a kombinatorikával fogunk foglalkozni. A kombinatorika a permutációból, a variációból és a kombinációból áll. Ugye ezeknek mind a háromnak két alf változata van, az ismétlés nélküli, az ismétléses, és ugye mind a háromnál ugyanezek fordulnak elő. Tulajdonképpen a kombinatorika nem más, mint a hányféleképpen lehet kiválasztani, vagy a hányféleképpen lehetséges kérdése keresi mindig a választ, vagy hányféleképpen lehet sorba rakni, és szerintem ezeknél a feladatoknál fontos az, hogy a képleteket megtanuljuk, hiszen ha a képleteket tudni fogjuk, akkor automatikusan valahogy azért a feladatokat is meg fogjuk tudni oldani. Szóval először azt kell megvizsgálni, hogyha alkalmas képleteket fogunk keresni, hogy számít-e majd az elemek kiválasztásának a sorrendje. Ha számít az elemek kiválasztásának a sorrendje, akkor permutációról vagy variációról fogunk beszélni, akkor már a kombinációt ki is zárhatjuk. Akkor bővebben fogunk foglalkozni mind a hárommal, és példákkal is fogom illusztrálni. Az első tehát a permutáció. Azon belül is az ismétlés nélkülivel fogunk most foglalkozni. Az ismétlés nélküli permutáció tulajdonképpen egy n elemű halmaz minden lehetséges módon történő sorba rendezése, vagyis ilyen feladatoknál, amikor a permutáció fogjuk alkalmazni, akkor fontos, hogy az összes elemet felhasználjuk, és nagyon számít a sorrend. A halmazban ugye n egymástól különböző elem van. Na, hogy ez mi is pontosan? Arra mindjárt veszünk egy példát. A képlete az úgy néz ki, tehát permutáció nem lesz más. Ugye különböző, a halmaz elemei különböző elemekből állnak. N-szer n-1, és így tovább. Egészen 3×2×1, azaz nem lesz más, mint az n faktoriális. Tulajdonképpen az ismétlés nélküli permutáció kérdése a hányféleképpen lehet sorba rakni különböző dolgokat. Itt a példa rá, hogy van 1, 2, 3 számjegyeink, és abból ismétlés nélkül hány háromjegyű szám írható fel. Szóval van az 1, a 2 és a 3 számjegyeink, és ebből ismétlés nélkül 3 jegyű számokat kell csinálnunk. Úgyhogy minden számjegyet csak egyszer használhatunk fel. Természetesen elkezdhetjük mi ezt a feladatot úgy is, hogy gondolkodással kreálunk mi logikával számokat. 1, 2, 3, 123, aztán 132, 231, 213, 321, 312. Ez tulajdonképpen, azt hiszem, nem hagytam ki semmit, ez 6 lehetőség, szóval az 1-2-3 számjegyekből 6 darab 3 jegyű, 3 különböző jegyű számot tudunk ráni, úgyhogy ugye természetesen minden számot csak egyszer használtunk fel. De ha nekünk irdatlan mennyiségű számjegyeink vannak, és abból kell nekünk nagyon nagy mennyiségű jegyű számot csinálnunk, arra ez nem megoldás. Ez nem megoldás. Erre van az n-faktoriális kitalálva. Ezt tulajdonképpen úgy képzelhetjük el, ezt az n-faktoriálist, hogy maradjunk ennél a konkrét példánknál, hogy van három jegyű számokat kell nekünk csinálni. Van három kosarunk. És ugye minden számjegyet csak egyszer használhatunk fel. Feltesszük a kérdést. Az első helyre, az első helyi értékre hány darabból választhatunk? Hát persze, hogy háromból, mivel három számjegyet adtak meg.
Mivel csak egyszer lehet egy számot felhasználni, ezért a második kosárban már csak kettőféle számból választhatunk, és az utolsóból már csak egyszer. Ugye az n faktoriális nem más, mint a 3×2×1, ugye mivel 3 számjegyet adtak meg, tehát a halmazunk 3 darabból állt, ez nem más, mint a 3 faktoriális, azaz 6. Ugyanaz jött ki, de így sokkal egyszerűbb. Nézzünk egy másik példát ugyanerre az ismétlés nélküli permutációról. Az a feladat, hogy van nekünk a béka szavunk, ez a 4 betűs szó, és az a feladat, hogy hány 4 betűs szót lehet a béka betűiből csinálni úgy, hogy minden betűt csak egyszer használunk fel, és ugye nem fontos az, hogy értelmes szavakat kapjuk. Kezdjük el megint, ugye 4 betűs szavakat kell csinálnunk, ugyanúgy, és egyszer használhatjuk fel minden betűt. Az első kosárba négyféle lehetőségből választhatunk. A B ismert bele, az E, a K és az A is. A másodikban már csak 3-ból választhatunk, hiszen itt van az egyik. A harmadik kosárba már csak 2 betűből, és az utolsó kosárba már csak 1 betűből választhatunk. Ez nem más, mint a 4 faktoriális, ami ugye, ha kiszámoljuk, ez 24, ha minden igaz. Térjünk rá akkor az ismétléses permutációra. Még mindig permutáció, csak most ismétléses. Az ismétléses permutáció az, amikor van egy halmazunk, abban n számú elem van, és i számú különböző elem fordul elő, akár k-szor, tehát akár többször is előfordulhat ugyanaz az elem. A kérdés az, hogy hányféleképp lehet sorba tenni n dolgot, ha van köztük n1, n2, és így tovább nk darab egyforma. Szóval itt jön be, hogy az ismétléses permutációt akkor fogjuk használni, amikor van csomó n számú elemünk, és van köztük egyforma. Nézzünk erre egy példát. Természetesen azután, miután felírtuk a képletet, ennek a képlete, tehát permutáció, ismétléses permutáció, ugye áll a halmazunk áll n darab elemből, abban van k1, k2 és kn különböző vagy egyforma elem. Ez nem más, mint n faktoriális per, ugye el kell osztani azokkal, amelyik egyformák. K1-el a K2 faktoriálissal és Kn faktoriálissal. Nézzünk rá egy példát. Maradjunk a szókirakós játékunknál. Van az alma szavunk. Ugye itt rögtön az ember szembesül azzal, hogy ez nem 4 különböző betűből áll, hanem van köztük bizony 2 egyforma, a 2 A. És ebből kell nekünk 4 betűs szavakat kreálni. Ugye úgy szólt az ismétléses permutáció, hogy az n számú elemek között van olyan, amelyik egyforma. Na hát itt a 2 A. Ugye, ha a képletnél maradunk, akkor fel lehet írni, hogy ugye az ismétléses permutáció nem más, ugye 4, a halmazunk száma 4, mivel 4 betűből áll az alma, és ugye a K1, K2, Kn nem lesz más, mint mihányszor ismétlődik. Nézzük meg, az alma, az 2-szer ismétlődik, az LM, az ugye 1-szer és 1-szer. És ez nem lesz más, mint a képletben beírjuk, hogy 4 faktoriális, mivel 4 betűs az alma szavunk, csak most leosztjuk azokkal, amelyek ismétlődnek. Vagyis leosszuk a 2 A-val. Így van. És ez nem lesz más, mint ha kiszámoljuk, ez
12. Nézzünk egy másik példát ugyanerre. A kérdés így hangzik, hogy hányféleképpen rakhatunk sorba 2 kék és 3 piros golyót. Golyó, sorba rendezés. Hányféleképpen rakható ez? Ha maradunk a képletünknél, tehát ez biztos, hogy ismétléses permutáció. Miért? Mert van benne egyforma a 2 kék, 3 piros, ugye? A 3 piros is egyforma. Ezért, ha maradunk a képletnél, ismétléses permutáció 5, a halmazunk eleme 5, mivel van 2 kék és 3 piros. És ugye mi ismétlődik? Hát a 2 kék, ugye vagyis nem az, hogy mi ismétlődik, hanem a halmazunk milyen részekből áll, 2 kékből és 3 pirosból. Azaz 5 faktoriális, elosztva a halmazokkal, a halmazban lévő elemekkel, amelyek kászor előfordulnak, ahogy ugye az ismétléses permutációnknak a definíciója hangzik, szóval 2 faktoriális szor 3 faktoriális, és ezt ha kiszámoljuk, akkor 10-et kapunk megoldásul. Szóval, ez volt a permutáció. Nézzük meg még egyszer. A permutáció mind az ismétlés nélküli, és az ismétléses permutáció a hányféle sorrendben állhat, ülhet, ehet, ihat, vagy bármit csinálhat N számú ember, állat, vagy számjegy betű, amire példákat is vettünk. Természetesen ezek is bonyolódhatnak majd úgy, hogy nem akar egymás mellett ülni a XY ember, vagy körben is ülhetnek, de erre majd a későbbiek folyamán, következő videóban csak is példákat fogunk venni. Mehetünk is tovább a variációval. Méghozzá, ugye, az ismétlés nélkülivel. Az ismétlés nélküli variáció nem más, mint N számú, egymástól különböző elemből K elemű csoportokat fogunk képezni, úgyhogy a kiválasztott K elem sorrendje számít. Szóval a variáció abban különbözik a permutációtól, míg a permutációnál minden elemet fel kellett használni, a variációnál már nem használjuk fel az összes elemet, hiszen kis K csoportokat fogunk képezni, és azért ismétlés nélküli, mivel számít a sorrend. Ha ezt képlettel leírjuk, tehát ismétlés nélküli variáció, ugye K kis csoportokat képzünk, N faktoriális per N minusz K faktoriális, és a K az mindig kisebb, mint a elem számunk. Nézzünk erre egy példát. A példa így hangzik, hogy 12 csapatos bajnokságon hányféle sorrend alakulhat ki a dobogón. Tehát van 12 csapatunk, és hányféle sorrend létezik az első három helyen, tehát a dobogón, ha ezt lefordítom. Helyettesítsük be a képletbe, hiszen tehát a variáció, ugye 12 az elemszámunk, az N. A K ugye az mindig az a kiválasztott, tehát a 12 fő belül kis K csoportokat képzünk, azaz a három dobogost. Tizenkettő faktoriális, 12-ből a 3 dobogós, és ezt kell kiszámolni, 1320 a végeredmény. Szóval ennyiféle sorrend létezik. Nézzünk egy következő példát, ugyanúgy az ismétlés nélküli variációra.
van 4 számkártyánk, és hány háromjegyű szám rakható ki. Ugye, ha megértettétek a variáció, az ismétlés nélküli variációnak, vagyis a variációnak magának a definícióját, az derül ki, hogy ugye van 4 számkártyánk, az 1, 2-es, 3-as és a 4-es számkártyánk, és ebből háromjegyű számokat kell képezni. És ez azért variáció, mivel nem használjuk fel az összes számjegyet, mint a permutációs példában. Háromjegyű számokat kell képezni, ugyanúgy ezt elképzelhetjük kosarakba, hogy az első helyre hány féléből fogunk tudni választani. Hát persze, hogy 4 féléből. A harmadik helyre hány féléből fogunk választani? 3 helyből, vagyis 3 kártyából, és az utolsó gombát csak 2-ből, ez a 4×3×2, az nem lesz más, mint a 24 darab háromjegyű szám képezhető. Ha ezt pedig a képletbe beírjuk, ugye mivel 4 számkártyánk van, tehát 4 elem harmadosztályú variációja nem lesz más, mint 4 faktoriális, a 4 faktorból fogjuk kivonni a 3-at, és az is 24-et fog adni. Akkor még mindig variáció, csak ismétléses variáció. Az ismétléses variáció abban különbözik az ismétlés nélkülinél, hogy itt is ugye n számú egymástól különböző elemből k elemű csoportokat fogunk, itt is kis csoportokat fogunk képezni a halmazon belül, csak a kis csoporton belül itt már vannak egyformák. Azaz, ha képlettel ezt én leírom, tehát ismétléses variáció, képezünk k adosztályú variációkat, kis csoportokat, csak ebben a k kis csoportban ugye már lesznek ismétlések, és ez az n a k-adikon. Szóval ez, hogy jobban megértsük, hányféleképpen lehet n különböző dologból kiválasztani k darabot, ha a kiválasztás sorrendjeit már nem számít, és többször is választhatunk. Például maradjunk még mindig a számjegyeknél. Van a 2, a 3, a 4, az 5 számjegyek felhasználásával hány háromjegyű számot fogunk tudni képezni, ha többször is felhasználhatjuk a 2-est, 3-ast, 4-es és az 5-öst. Ugye itt a kulcs az van, hogy többször felhasználhatjuk a számjegyeket. Ha ezt a képletnél maradunk, azt mondja 1, 2, 3, 4, tehát az a halmazunk 4 elemből áll, és háromjegyű számokat kell képezni, ugye a kis csoport az a 3, és ugye többször is felhasználhatjuk, azaz, n a k-adikon van 4 elemünk, és háromjegyű számot kell belőle csinálni. Ez 4 a harmadikon, ha ezt gyorsan kiszámoljuk, ez 64. De ilyen tipikus példa az ismétléses variációra is a totó szelvény kitöltése. Hiszen a totót hogy töltjük ki? 3 lehetséges végeredmény képzünk 14 hosszúságú sorból. Ugye 3 lehetséges típus van, vagy egyest rakunk, vagy kettest, vagy pedig x-et, és ugye 14 helyünk van. Ha maradunk a képletnél, ugye 3 elem ismétléses variációja fordul elő. Vagy egyest, vagy kettest, vagy x-et fogunk tenni 14 helyre, ami ugye ismétlődhet. Ez nem lesz más, mint 3 a 14-en. Ha van kedve valakinek, ezt kiszámolhatja. Szóval akkor térjünk egyel vissza. A variációról beszéltünk, ismétlés nélkülről és a
az ismétléses variációról. Ugye a variációt akkor fogunk alkalmazni, hogyha csoportokat kell képeznünk, úgyhogy nem minden elemet fogunk felhasználni a halmazunkból, ekkor fogunk variációt alkalmazni. Ilyen példák például, hogy versenyek első 3, 5 vagy 10 akárhány helyezettjének a sorrendje, n-indulóból, ilyen variációs példa a nyeremények kiosztása, vagy amikor nem annyi számjegyet kell csinálni, amennyit megadtak, lásd itt az előző példánk. Most pedig haladunk tovább, és rátérünk a kombinációra. A kombinációban ugye most az ismétlés nélkülivel fogunk foglalkozni. Ismétlés nélküli kombináció az, amikor n elemből választunk ki k darabot, úgy, hogy a kiválasztott elemek sorrendje nem számít. Tehát az ismétlés nélküli kombináció, amikor k elemű csoportokat fogunk képezni, csak azok a k elemű csoportok ugye különböznek egymástól. Ha maradunk a képletnél, kombináció, tehát n elem, k-ad osztályú ismétléses nélküli kombinációja, nem más, mint n faktoriális per k faktoriális n minusz k faktoriális, azaz, egyszerűsítve, ez az n alatt a k. Erre tipikus példa a lottó, hogy 90 számból 5-öt kell kiválasztani, és nem számít a sorrend. Nézzük is meg. Ez a lottó kitöltés. Hányféleképpen lehetséges, ugye? 90 számból kell választani 5-öt. Azaz, maradunk itt az utolsónál. 90 számból 5. És ki lehet nyugodtan számolni. Számológéppel egyébként beütitek a 90-et, utána nyomtok egy NCR gombot, és utána az 5-öst, akkor megkapjátok a végeredményt. De erre még példa lehet, hogy van 30 fős osztályunk, és a 30 fős osztályban 9 azonos tollat kell kiosztani. Hányféleképpen lehetséges? Úgy, hogy minden ember csak egy tollat kaphat, nem fordulhat elő, hogy több ember több tollat is kaphat. Ha maradunk a képletnél, tehát 30 elem, mivel 30 fős az osztály, 9. osztályú ismétlés nélküli kombinációja, nem lesz más, ha maradunk most még ennél, 30 faktor, ugye kiválaszt, 9 tollat kell kiosztanunk, 30-ból 9 faktoriális, azaz 30 alatta 9. És ha ezt kiszámoljuk gyorsan, szám 143.000.750, féleképpen oszthatunk ki 30 fős osztályban 9 tollat, úgyhogy minden ember csak egy tollat kapjon. Tehát ugyanaz az, az ember nem kaphat még egyszer tollat. Mehetünk tovább. Az ismétléses kombinációval. Ismétléses kombináció. Ez tulajdonképpen nem más, mint hányféleképpen lehet n különböző dologból kiválasztani k darabot, ha számít a sorrend, és többször is kiválaszthatjuk a dolgot. Szóval ez már azért ismétléses, mert többször is kiválaszthatjuk adott csoporton belül. Erre már ugye nem példa a lottószelvény, ha ebből indulunk ki. Ennek a képlete. K, addig
Ugye? Ismétléses. Azaz. Lényegében tehát az ismétléses kombináció, hogy K elemű csoportban az egyes elemek, K elemű csoportban az egyes elemek többször is előfordulhatnak. Nézzünk erre gyorsan egy példát. Van egy urnánk, az urnába van 20 cédula. És ez a 20 cédula 1-től 20-ig van számozva, és kihúzunk ebből a 20-ból 5 cédulát. Úgyhogy minden húzás után visszatesszük. Szóval visszatesszük a minden húzás után a cédulát. Ugye itt azért ismétléses kombináció, mert mindig visszapakoljuk, szóval többször is kezünkbe akadhat ugyanaz a számjegy. A kérdés az, hogy hány esetben lesz a kihúzott legkisebb szám, tehát hány esetben lesz a kihúzott szám 6-nál kisebb? Tehát 6-nál kisebb hány esetben lesz? Ha felírjuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19 és 20 kis cédulákat elképzeljük. És az a kérdés, hogy ha én kihúzok egy cédulát, és mindig visszapakolom, akkor hányszor lesz olyan, hogy 6-nál kisebbet fogok kihúzni? Meg lehet számolni, hogy 14 darab olyan számjegyünk van, ami 6-nál nagyobb. 14 darab. 6 pedig, amelyik kisebb. Tehát a 14 elemből kell 5-ös sorozatot alkotni, ugye a sorrend nem számít, hiszen mindig vissza fogunk tenni egyet. Tehát ha felírjuk a képlettel, ugye 14 elemből kell nekünk 5-ös sorozatokat alkotni, hogy nem számít a sorrend. Ugye visszatevéssel nem lesz más, mint 18 alatt az 5. Azaz, ha maradunk, ugye? Szóval, ha maradunk a képletnél, és ezt kibontjuk, ugye van 14 olyanunk, ami 6-nál nagyobb szám, ugye ebből 5-öt kell nekünk kihúzni visszatevéssel, ezért ki is kell vonni belőle mindig egyet, és ugye 5 a kiválasztott, ezért jön ki a 18 alatt az 5. Térjünk vissza egy másik példára, az előzőre, amikor azt mondtam, hogy volt egy 30 fős osztályunk, és 9 tollat kellett kiosztani. Most variáljuk meg úgy azt a feladatot, hogy marad ugye a 30 fős osztály, 9 tollat osztunk szét, úgy, hogy egy ember több tollat is kaphat. Tehát egy ember több tollat is kaphat. Akkor hogyan fog módosulni ez a feladatunk? Ha maradunk a képletnél, ugye 30 fős az osztályunk, van nekünk 9 tollunk, ami ugye egy ember többet is kaphat, szóval ismétléses, már ebből látszik. És 30 ember, 9 toll, mivel ismétléses, ki kell vonni egyet, és 9 tollat fogunk kiosztani. Ez nem más, mint 39-ből 1 az 38. Igen. 38 alatt, na, már belebonyolódtam. 38 alatt a 9, és ezt ki is lehet számolni. Ez a végeredmény.
Akkor vegyük át, hogy a kombinációt mire alkalmazhatjuk. Tipikus példák kombinációs feladatokra, a sorhúzások, a lottó, a golyós feladatok, a bármit húzunk, nem számít a sorrend, vagy olyan feladatok, hogy van egy szoba, terem, csónak, kenu, és hogy hányféleképpen ülhetnek be a kenuba, hogy nem számít a sorrend, akkor olyan tipikus feladat van még ilyen kombinációknál, mint ugyanolyan nyeremény szétosztása az első K helyezetnek, mit tudjam én, első 3, 4, 5, stb. Helyezetnek. Ezzel végére is értünk a kombinációnak, remélem, hogy valamit sikerült megérteni belőle. A következő videómban a kombinációra fogunk még több, vagyis a kombinatórika belül mind a permutációra, a variációra és a kombinációra fogunk rengeteg példát venni. Sziasztok!